Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Szeretném mondani, hogy dicsértessék az Úr Jézus. Erős vár a mi Istenünk. Áldás békesség. Áldjon meg az Úr Jézus. Salom. Álljunk fel, testvérek, és egy imádsággal kezdjük meg az alkalmunkat. Nagyon hálás vagyunk, Úr Jézus, azért, mert Te vagy az a valaki, akiért eljöttünk ide. Vágyunk arra, hogy a benned lévő egység, a benned lévő kegyelem, a benned lévő lélek kovácsolja össze az egységünket, és köszönöm azt, hogy benned olyan jó élni, benned olyan jó lenni. És vágyunk arra, hogy szólj hozzánk. Amen. Foglaljunk helyet, mindannyian. Szeretném elmondani, hogy ez már ma, a mai alkalmunk a harmadik alkalom az ökumenikus ima hét jegyében, és ez is jó, ha tudjuk, hogy a samáriai asszony helyett az irgalmas samaritánus példája van előttünk. És olyan jó az, amikor tényleg az igének a szinte mindegyik nap egy-egy verset boncolgatunk, és amikor véget ér ennek az ökumenikus hétnek az ideje, akkor olyan jó, hogyha közelebb kerül hozzánk ez az ige, sőt, nem csak közelebb kerül hozzánk, hanem életté válik. És én erre vágyom, hogy ez az idő, az együtt töltött idő legyen egy vertikálisan az Isten felé való közeledés, és legyen egy horizontális, hogy egymás felé való szeretet is megerősödjön. És erre vágyom, hogy ez az ökumenikus imahetünk ezt szolgálja. És most két éneket fogunk énekelni az Úrnak, együtt dicsérjük az Urat, ki lesz vetítve. A mi gyülekezetünkben szabadok vagyunk, mert hát az idősebb testvérektől nem várjuk el, hogy folyamatosan álljanak, mert hogy nem minden testrészünk olyan fiatalos, hogy tudjunk sokat állni. De ha úgy van az ember, hogy én szeretném állva dicsérni az Urat, nálunk megtehetjük ezt is, úgyhogy szabadon eldönthetjük, és én át is adom a dicsőítő csoportunknak a szót, lehet, hogy őnekik is van valami buzdításuk. Igen, Istent, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket dicsérő énekeket hoztunk, és bátorítunk benneteket, hogyha nem is ismeritek, vannak refrének, egy idő után be lehet csatlakozni ezekbe az énekekbe, és énekeljünk a mennyei kórussal együtt. Kész az ajtótárban minden
Urat, áld az Urat, egyedül őt imád. Zengj úgy, mint soha még, őt dicsért, a lelkem csak téged áld. Lelkem áld, Isten igéjét olvasom a 34. Zsoltár 15. versétől. Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót. Törekedj békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul,
emléküket is kiírtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri utól a bűnöst, megbűnhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Ézsaiás próféta könyvében pedig az 58. fejezet 6. versétől így olvassuk Isten igéjét. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ez Isten igéje. Jövünk, Uram, ó, segíts, ne szóljon igét hiába. A szívünk oly sötét, ó, segíts, élessze igét világa. Áld meg, ó, Uram, ez énekünk, legyen jobban tiéd életünk. Szóljon igét hiába, ne szóljon igét hiába. Ha fülünk ígédre nem figyel, lábunkkal járunk a sárba. Vágyaink szakítnak tőled el, nem fénylik mécsünk világa. Ó, Uram, templomod hadd legyen, a szívünk megszentelt hely legyen, ne szóljon igét hiába. Nyisd meg a szemünk, hogy láthassunk,
Összetört, ó Uram, itt állunk előtte gyászba. Amiből hozd ki az életünk, ne szóljon igét hiába. Áld meg ígédet, hogy érhessünk, dicsőségedre, hogy élhessünk, ne szóljon igét. Ne szóljon ígét hiába. Áld meg ígédet, hogy érthessük, dicsőségedre, hogy élhessük. Ne szóljon ígét hiába. Ne szóljon ígét hiába. Kedves testvéreim, kérem, hogy most álljunk fel valamennyien. Hallgassuk meg az ökumenikus hét alapigéjéből az egyik részletet, Szent Lukács evangéliumából. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, kit tekintsek az én fele barátomnak? Erre Jézus átvette a szót. Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba ment, rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Történetesen egy pap tartott lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Ugyanígy közeledett egy levita is, látta, de tovább ment. Végül egy szamariainak is arra vitt az útja. Amikor meglátta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel, viseld gondját, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt az igazi embertársa annak, aki a rablók kezébe került? Aki irgalmas szívű volt iránta, felelte. Jézus így folytatta, menj és tégy te is hasonlóképpen. Ezek az evangélium igéi. Foglaljatok helyet, kedves testvéreim! Nemrégen egy összeszokott imádkozó lelki közösségben gyűltünk össze. Körben megosztottuk egymással az éppen aktuális érzéseinket, vagy éppen aktuális bajainkat, gondjainkat, szoktuk így kezdeni az összejöveteleket. Mindenki elmondta, hogy hogy érzi mostanában, vagy éppen ezen a napon magát. Én is készültem, hogy elmondom, hogy milyen problémáim vannak. Közepe táján kerültem sorra a körnek, és az előttem szólók olyan mély és súlyos érzéseket mondtak el, gyászról, súlyos betegség gyanújáról, munkahely elvesztéséről, vagy éppen a gyermekeikkel való vad küzdelmekről. Mire hozzám ért a kör, én csak annyit mondtam, hogy hát nekem nincs is bajom igazából. Mert addigra, amit úgy gondoltam, hogy problémám, az már nem volt probléma.
Mindannyian ismerjük ezt a tapasztalatot, amikor mások bajai mellett a sajátjaink, amelyekről pedig azt hittük, hogy azok problémák, és hogy mekkora bajok, eltörpülnek, elrelativizálódnak, és a Jóisten időről időre küld nekünk ilyen embereket. Miközben talán a saját bajainkon töprengünk, a saját sebeinket nyalogatjuk, a saját problémáink úgy érezzük, hogy ellepnek minket, és akkor a Jóisten küld valakit. És az elmondja az ő életének gondjait, és akkor rájövünk, hogy igazából mi ne is szóljunk semmit, mert nincs is igazán bajunk, és örülünk, hogy talán nincs is igazán bajunk. Elolvastam az idei ökumenikus hét bevezetőjét, amelyet az afrikai keresztények közül a Burkina Faso-i keresztények állítottak össze, és nyilván ebben az összeállításban, lelki összeállításban szó van az ő körülményeikről is. És be kell valljam, hogy valami hasonló történt velem, miközben ezt olvastam, mint az előbbi gondolatsor. Sok mindenről tudunk panaszkodni saját közösségeinkben, bizonyára mindannyian, vagy egyházainkban. Aztán egyszer csak látunk egy olyan közösséget, országot, területet, ahol terrorizmus van, ahol bűnözés van, nincs közbiztonság, ahol emberkereskedelem zajlik, ahol számtalan halálos áldozata van az öldökléseknek, és rengeteg menekült van, ahol a keresztény közösségek fegyvereseknek a célpontjai, és nem tudhatja egy-egy keresztény közösség, hogy mikor robbantanak éppen az ő templomukban, vagy mikor lőnek bele éppen az ő csoportjukba. Ahol papokat, lelkészeket, hívőket gyilkolnak, ezért nincsenek is bizonyos területeken már nyilvános istentiszteletek, mert nem lehetnek. Nos, rá kell jönnünk, hogy a mi problémáink eltörpülnek ezek mellett. És mégis ilyen körülmények között él, nagyon is él az egyház, élnek a közösségek, élő az Isten igéje, Krisztus együtt szenved velük, és ők együtt szenvednek Krisztussal. Mi itt élünk Európában, Magyarországon, és a mi országunkban, Európában egészen más jellegű veszélyek fenyegetnek. Sokkal veszélyesebb ránk nézve a kiüresedés és a kiégés. Vagy éppen az elkényelmesedés az életünkben, és a komfortzónánkat már nem igazán hagyjuk el, nem tud semmi megmozgatni minket. Valamiféle kultúrkereszténység módján éljük meg a hitünket, vagy ahogy egyik kollégám mondta, szalonkereszténységet élünk. A hitünk formálissá válik, az intézményes formák fenntartása fontosabbnak tűnik, mint az abban lévő lélek és karizma. És akkor tegyük fel a kérdést, hogy nem, de éppen valami ilyesmi történt az irgalmas szamaritánus történetében is, a papnál és a levitánál. A pap és a levita hozzáállása és a szamaritánusé egymásnak feszülnek. Előbbiek talán pont olyan előregedett szemüvegen keresztül nézik a világot, amely a mai európai kereszténységünknek a legfőbb kísértése, vagy talán jellemzője is. A vallás intézményesült rendje felől néznek, formák szerint gondolkodnak, mi fér bele, és mi nem. És a pap és a levita úgy dönt, hogy ez nem fér bele, hogy ő segítsen, mert neki más dolga van. Vagy ahogy mondani szoktuk, a fától már nem látják az erdőt, pedig az igazi lényeg az volna, hogy meglássák azt, amit a szamaritánus észrevesz. A szamaritánus az élet valósága felől néz, és a lélek felől közelít. Itt nincsenek elméletek, nincsenek formák,
és nincs komfortzóna. Nincs biztonság mögé bújás. Csak emberi szükség van, és arra válaszoló szeretet. De hát miről is van szó? Nem igazságtalan dolog-e mindig a mi híveink fejére olvasni a történet tanulságát? Mert talán az utóbbi időben többször megtörténik valami ilyesmi, és mindig saját magunkat ostorozó gondolatsorokat hallunk, mintha mindig csak velünk lenne a baj, mindig csak nálunk hiányoznának a dolgok. Fejünkre olvasva, ne menj el érzéketlenül a rászorulók mellett, mint a pap és a levita. De hát a közösségeinkben, mindegyikben, úgy hiszem, többen tanúságot tesznek, tettek és tesznek folyamatosan irgalmas és önzetlen jószívűségükről. Pénzadományokkal, ruhával, élelemmel, gyűjtésekkel segítik, segítették és segítik a rászoruló testvéreket. Gondoljunk csak az elmúlt adventre, karácsonyi időszakra. Mennyien, de mennyien a közösségeinkből is megmozdultak, hogy a szegényeket segítsék. Templomaink felújítására, a közösségünk életére szívesen áldoznak sokan. Sőt, távoli üldözött vagy segítségre szoruló keresztényeknek, vagy éppen a katasztrófa sújtotta népeknek is segítenek, amelyből egyébként egyre több van a földünkön. Az ő jutalmuk Istennél van. Isten fizesse meg minden jótéteményüket, bármit is tesznek és tettek. Akkor tehát miről van szó? Itt az európai földrészen, az ősi keresztény földön nem elsősorban az anyagi természetű nyomorról, habár az sem mellékes, hogy azt észrevegyük, hanem az elidegenedésből származó szükséget szenvedő keserűségéről és nyomoráról van szó. A közvetlen környezetünkben élő felebarátainkról, akikkel talán naponta találkozunk, és akik mellett mégis épp olyan érzéketlenül és szívtelenül haladunk el, mint a mai evangélium papja és levitája a félholtra vert szerencsétlen mellett. Manapság többször panaszkodunk, hogy az emberek nem törődnek egymással, ami nyugati civilizációnkban. Mindenki rohan, és senkinek sincs ideje. A szomszédok nem ismerik egymást. A munkatársak évtizedeken át esetleg együtt dolgoznak, és még egymás lakcímét sem ismerik. Olykor a távoli népek nyomoráról sokkal tájékozottabbak vagyunk, mert a médián keresztül látjuk azokat, mint a szomszédok nehézségeiről és bánatáról. Támogatjuk távoli kontinensek éhezőit, és helyesen tesszük. Ugyanakkor eszünkbe sem jut, hogy a szomszédra rányissuk az ajtót, és megkérdezzük tőle, hogy mi bántja. Modern társadalmunk egyik legnagyobb betegsége az elidegenedés. Ellentmondásosnak tűnik, de mégis helytálló kijelentés, jóléti társadalmunkban sok a szenvedő és elhagyatott ember. Sokan hiába várják az irgalmas szamaritánusok jóságos segítségét. Az elzárkózás és magány megkeseríti a jóléti világunkban élőknek az életét. Az átlag életkor megnövekedett, és egyre több a szomorú és magányos idős ember közöttünk. Senki sem nyitja rájuk az ajtót, pedig hogy örülnének egy-egy testvéri, baráti vagy szomszédi látogatásnak, jó szónak. De sok fiatal is szívesen megnyílna talán, kiöntené szívét, szeretné föltárni a benne felgyülemlett feszültségeket, ha lenne, aki lélekkel meghallgassa őket. Vajon van-e szándékunk, nyitottságunk, vagy éppen türelmünk meghallgatni őket? Vajon hányszor megyünk el hidegen és érzéketlenül mellettük, és hagyjuk őket kínjaik között szenvedni? Nekünk, keresztényeknek először a saját házunk táján kell
szétnéznünk, körülnéznünk. Az evangéliumi paphoz és levitához hasonlóan, vajon nem kerüljük-e ki az elesett embertársainkat? Van-e bátorságunk nyíltan szóba állni velük? Ki meri ma figyelmeztetni és jóra inteni őket? Tévedés ne essék, az egészen nyilvánvaló, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és senki sem akar farizeusnak látszani. De azért, saját gyarlóságunk tudatában, alázattal, vajon nem lenne mégis kötelességünk nagy megértéssel és türelemmel, finom érzékkel és megbocsájtó szeretettel a jó felé segíteni másokat, testvéreinket, vagy bármelyik eltévedt embertársunkat? Hány családban előfordul, hogy a szülők semmiféle korlátot nem szabnak ma már a gyermekeiknek? Honnan tudja meg egy fiatal, hogy mi a jó és a helyes? Hogy mik az értékes viszonyítási pontok az életben, amihez mérje az értékrendjét és saját magát, ha senki sem meri őket oktatni, tanítani, nevelni, vezetni? Vajon nem teszünk-e nekik rosszat azzal, ha a szabadság ürügyén hagyjuk őket a vesztükbe rohanni és sötét helyekre érkezni? Ismerjük az Úrnak a prófétához intézett szózatát. Ha hallod ajkamról a szót, figyelmeztesd őket a nevemben. Ha azt mondom a gonosznak, meghalsz, s te nem figyelmezteted, nem beszélsz neki, hogy letérítsd a gonosz útról, hogy így életben maradjon, a gonosz meghal a bűne miatt, de vérét tőled kérem számon. Ha azonban figyelmezteted a gonoszt, és mégsem szakít gonoszságával, és gonosz útjával, akkor meghal a bűne miatt, te ellenben megmented életedet. Így szól az Úr szava Ezékiel prófétához. Ma minden bizonnyal legégetőbb feladatunk, hogy megtanítsuk egymást a legfontosabb ismeretekre. Honnan jövünk? Miért élünk? Mi az élet értelme? És elvezessük egymást annak felfedezésére, hogy Krisztus az út, az igazság és az élet. Korunkban sokan elbizonytalanodtak, elveszítették reményüket az életben, és meginoktak a hitükben. Ők a félhortra vert embertársaink most a Jerikói úton. Nekünk itt Európában legalábbis ők. Keresztény feladatunk, hogy igaz tanúságtételünkkel bátorságot és hitet öntsünk minden emberbe, elmondjuk nekik, átadjuk nekik, hogy Krisztussal van emelkedés, van út fölfelé, van fény és van jövő. Jézus a mai evangéliumban körülírta a felebarát fogalmát. Minden segítségre szoruló ember a mi felebarátunk, senki sem kivétel. Az irgalmas és tettekben megnyilvánuló jóság mindig és minden rászoruló iránt kötelez, és nekünk észre kell venni a jóléti társadalomnak a félholtjait a Jerikói úton. A távoli népeknek, az afrikai vagy burkina fászói testvéreinknek és meg annyi más üldözött kereszténynek mások a kihívásai és mások a sérültjei is. Hozzájuk mérve talán mondhatjuk, nekünk akkor itt Európában talán nincs is problémánk. És mégis van. Más jellegű ugyan, más karakterű, de van. A mi Jerikói utunk is veszélyekkel teli, és itt is vannak félhortra vert felebarátok. Észre kell vennünk azoknak testi-lelki nyomorát. Sokszor talán a közvetlen közelünkben vannak ők. Lehet, hogy hozzátartozóink között. Lehet, hogy barátok. Lehet, hogy szomszédok. Szellemi éhséget és lelki bánatot élnek meg, és azokkal járó minden szükségletet. Mi lehetünk az ő szamaritánusaik? Szeretném elmesélni, hogy
Én találkoztam az irgalmas szamaritánussal. Ez még Budapesten történt, még teológus, szeminarista papnövendék koromban. A Ferenciek tere közel volt hozzánk, akkor még nem is úgy hívták, Felszabadulás tér volt a neve, és ott volt egy élelmiszerüzlet, még ABC volt, és nem CBA. Oda jártunk vásárolni, hogyha valami kellett, valamire szükségünk volt. Egy nap éppen ott voltam, vettem néhány dolgot magamnak, beálltam a hosszú-hosszú kígyózó sorba a pénztár felé. Talán már csak néhányan voltak előttem, talán négyen vagy öten, és akkor sorra került egy eléggé ápolatlan, szegényes, idős ember, talán hajléktalan volt, nem tudom, kicsit úgy nézett ki, és sokáig keresgélt a tárcájában, ahol nem volt papírpénz. Csak fémpénzek voltak, sok apró, és ki akarta fizetni azt a néhány kiflit talán, vagy kis felvágottat, kis tejet, nem sok minden volt a kosarában. De csak az apró fémpénzek jöttek elő, és sok jól szituált budapesti polgár állt még abban a sorban. Ez az ember pedig ott keresgélt a pénztárcájában. Én is ott álltam a sorban. És ekkor egy nő kilépett a sorból. Nem mondhatnám, hogy a jól szituált, jól öltözött budapesti polgárok közé tartozott, sőt, az öltözete, kinézete kissé furcsa is volt, talán kétes életviteléről is árulkodhatott akár. Odalépett a legkisebb feltűnéssel, minél csendesebben, és kifizette ennek a bácsinak a dolgait, a kis élelmiszerét. Mi pedig, én a pap, és a jól szituált budapesti polgárok, leviták, csak álltunk a sorban. Vannak dolgok, amiket az ember az életében nem tud elfelejteni. Ez is azok közé tartozik az én életemben. A vámosok és utcanők megelőznek titeket, mondja Jézus. És bizony ezen el kell gondolkodnunk. A szamaritánus megelőz benneteket, így is mondhatnánk. Jézus példabeszéde felhívással zárul, menj és tégy te is hasonlóképpen. Tégy úgy, mint az irgalmas szamaritánus. Jézus felhívását akkor értettük meg igazán, ha az ő példabeszédének kifosztott és félholtra vert emberében fölfedeztük segítségre szoruló embertársainkat. A szegények és rászorulók mellett fölismertük bennük testi-lelki szükséget szenvedő, közvetlen ismerőseinket vagy ismeretleneket, de lehet, hogy éppen rokonainkat vagy szomszédainkat, bárkit, aki fele barátunk és mindenki az, és hozzájuk hajolva valóban krisztusi segítséget nyújtottunk nekik. Az irgalmas szamaritánus itt Európában is nagyon nagy hiány és nagyon nagy szükség van rá. Az afrikai testvéreink küzdelmeit a szívünkbe zárjuk, és próbálunk segíteni, ahogyan tudunk, távoli népek, üldözött keresztények, vagy éppen a Burkina Faso-i keresztények közösségének. Ez is egy lelki meghívás, küldetés, felelősség, de talán még közvetlenebb felelősség, hogy itt, a mi világunkban, a mi társadalmunkban, a mi országunkban észrevegyük azokat a rászoruló, talán félholtra vert testvéreinket, akik ott vannak a Jerikói úton, legyünk mi az ő igazi szamaritánusaik. Amen.
Szent vagy mindenható, méltó bárány megölettél, minden áldás és tisztesség, hadd legyen tiéd. Szent vagy mindenható, méltó bárány megölettél, minden áldás és tisztesség, hadd legyen tiéd. Ha megtörne testünk, te gyógyulást adsz majd, Jézus megváltó, üdvözítő. Szerelmes dal vagy, mely szívünkből zendül, hódolunk néked, áldjunk neved. Szent vagy mindenható, méltó bárány megölettél, úgy gondolkodtam, hogy most egy ima közösségé válunk, és egyenként a lélek indítására imádkozunk, de én azt gondolom, hogy az elhangzott ige alapján jó, hogyha egy kicsit magunkba szállunk, és a történet alapján is, hogy én azt gondolom, mindannyiunknak lehet olyan megtapasztalása, hogy amikor azt látjuk, hogy nem voltunk a helyzet magaslatán. Legalábbis az én életemben is volt ilyen, és azt szeretném mondani, hogy ez meg eléggé intim dolog. Intimé válik, hogy kicsit maradjunk csendben, egy percig maradjunk csendben, imádkozzunk, és ne csak a bűnbánat legyen bennünk, mert az is nagyon fontos, hogy megbocsánatot kérjünk, de adjunk hálát, hogy a Krisztusban meg már bocsánatot is kaptunk, és ne csak hátra nézzünk, hanem kérjük azt, hogy ez a tapasztalat, a híja, hogyha van hiányosságunk, ez a tapasztalat ne csak hátrafordulásra vigyen, hanem vigyen minket előre, hogy adjunk hálát, hogy ugyanakkor meg mennyi lehetőség van még előttünk. És ezért lehet hálát adni. Uram, köszönöm azt, hogy nem csak bukás lehet az életemben, hanem lehet győzelem is. És akkor egy olyan egy perc, másfél perc után meg szeretném kérni Mátyás testvért, hogy jöjjön és a mi atyánkkal zárja be ezt a mély lelki imádságot, amit az Úr hall csak egyedül, és utána meg majd az apostoli hitvallást fogja Futó Béla testvér elmondani. Szeretném, hogy majd mind a mi atyánknál és mind az apostoli hitvallásnál fennállva fogadjuk és mondjuk. Most akkor boruljunk le, és utána.
Álljunk fel mindannyian. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, mert mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem így minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Valljuk meg közös hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászárt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül az, amit elható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikusok, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örökletet. Amen. Mielőtt az áldást elmondanánk, lenne még egy ének. A dicsőítő csoport egy énekben vezet minket, utána mindannyiunk, az összes lelkész testvér, aki itt fönt van, mert közöttünk lent vannak még lelkipásztorok, például Hetényi Lajos bácsi, meg Hetényi Bence is, de hogy akik itt fönn vannak, szeretném mondani, hogy mindannyian mondunk egy-egy áldást majd, de előtte még fennállva énekeljük el azt az éneket, amiben vezetnek az énekeseink.
Jézus, kérünk, tekints ránk, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg közösségeinket, áld meg szeretteinket, áld meg minden hívő embert. Segíts a hétköznapokban, segíts az ünnepekben, hogy egyre jobb keresztényé legyünk. Hát így áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Áld meg Istenünk az itt jelenlévő minden jó szándékát, minden jó szavát, minden munkáját, amit nem csak önmagukért végeznek, hanem családjukért, övéikért, szeretteikért, vagy bármilyen más emberét. Áld meg a jó szándékokat, és csak azt áld meg. Mutasd meg nekik, mutasd meg nekünk, hogy nem csak gyöngesség van bennünk, hanem erényeink is vannak. Nem csak sötét foltjai vannak a mi lelkeinknek, hanem ragyogása is, szépsége is, és ad, hogy ennek örülni is tudjunk. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, áldj meg mindannyiunkat, hogy a világ sötétségei közepette a te fényedből merítsük az igazi fényt, és ezáltal mi is a fény hordozói lehessünk embertestvéreink számára. Amen. Amen. Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, mennyei édesatyánk szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mi velünk. Amen. 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 Foglaljunk helyet. Szeretném jelezni, hogy holnap folytatódik az ökumenikus imahetünk a belvárosi katolikus templomba. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Úgy gondolom, hogy ezt nyugodtan mondhatom. Aztán pénteken majd a Szent Istváni római katolikus templomba lesz alkalmunk, és majd a záró alkalom az az evangélikus templomba, és minden alkalom 18 órakor kezdődik. Most van közösségre lehetőségünk, van lehetőség együtt enni, beszélgetni, általában egy zsidó ünnepen három dolog mindig elhangzik. Ki akarta kiirtani minket? Nem sikerült neki? Együnk. Na most itt most megvan a lehetőség, hogy a hálát elmondjuk, és együnk. Hogy szeretettel hívunk és várunk mindenkit, és olyan jó együtt lenni. Akkor ki se kell menni, elénk hozzák a testvérek. Szabad a gyülekezet. Isten áldjon meg bennünket. Thank you.